Így nézett ki a háromdimenziós látványterveken. És így épült be a valóságban. Egy több száz kilós, összecsukható acélszerkezeten nyugvó 400 férőhelyes nézőtér, amit egy angol gyártó tapasztalt szakemberei raktak össze az Operaház 2020-ban megnyitó koncert és műhely komplexumában. In my time with the company, approximately 450. A főváros mértani középpontjához közel a 10. kerületi roncsövezetben lévő Eiffel műhelyház fejlődését a főigazgató is figyeli. Ez nagy dolog, hogy beszélgünk is van. Ókovács Szilveszter szerint a legnagyobb kihívás a nézők ide szoktatása lesz, mert az emberek nem ide képzelik el az operát, de majd a gombos tű segít. Ide vonzani az embereket, meg elhitetni velük, hogy itt valami olyasmi épült, aminek egyébként a belvárosban volt eddig a helye, az szerintem nagy feladat. Van itt egy műemlék gyárkémény. Valami fényt kilőnék belőle fölfelé, amelyik lehetővé tenni, hogy ahogy a 38-as eukarisztikus kongresszuson például a Gellért hegyről tették, olyan módon világították át az eget, hogy azt ott egész Pest látta. Pláne Buda, mert ez magasabban van. Úgyhogy én is szeretnék egy olyan nagy gombostűt nyomni erre a térképre még pluszban, és amelyik kijelöli a helyünket, meg is mutatja. Míg dr. Főző Virág főigazgató helyettessel végigjárják a félkész létesítményt, megmutatjuk, hogyan jutottunk idáig. 2012. januárjában kezdtek gondolkodni a 19. századi járműjavító átalakításán. A kivitelezés során egy magyar gyártású gőzmozdonyt is beemeltek a csarnokba, Európában kora leggyorsabbjának kiáltották ki, csak két roncsállapotú maradt fent a II. Világháború után. A csarnokot Feketeházi János építészmérnök tervezte. A közhiedelemmel ellentétben nem volt köze a híres francia Eiffel irodához. A csarnokban kell létrehozni egy másik operaházat, de minden műhely, raktár, egy játszóhely, két próbaterem, egy sportpálya és egy közpark is a projekt része. A Bánfi teremben 2019 áprilisában tartották az első próbaüzemet. Most az operaházéval azonos méretű végleges színpad és a nézőtér készül. Az ötféleképp beállítható, akár 500 feletti ülésszámúra bővíthető nézőtér ismertetésére Józsa Anka építészt kértük meg. Ez egy nagyon jó szerkezet, pont ettől lesz ugye 4-5 féleképpen variálható a tér. Tehát például, hogyha azt szeretnénk, hogy egyben nyitható legyen a nézőtérnek a tere és a színpadnak a tere, akkor ez a most látható fekete acélszerkezet tulajdonképpen a sorok egymás alá becsúsznak, és ott a falnál egy bútordoboz fog csak megjelenni, tehát mintha az akusztikus burkolatot látnánk. Each unit is basically the same, but each one's also slightly different. This one has what we call a high low rise. So we have two beams on the back, whereas usually we just have one. And the height makes everything so much slower. So you've got to carry everything up. A nézőtér acélszerkezetére került díszkárpitot és borítást egy nap volt felszerelni. Nagy a jelentősége a nézőtér két oldalára már felkerült hangvetők különböző bevonatainak is. Van a műbőr, akkor van a textília, ami a hangelnyelő, akkor vannak a diffúzorok, azok a kibeugró dobozok, és akkor ebből egy bizonyos számítás alapján kiosztják, hogy a teremben ezeket a burkolatípusokat hogy kell úgy jól elosztani, hogy az megfelelő hangzást biztosítson. Bár a zenekarjárok még nincs kész, a helyükre került ülések révén megnyílt az út a színpadgépezet befejezése felé. Az A csarnok és az üzemeltetési épület 2020 elején nyit meg, a közpark és a jelmezműhely átadása a jövő év végére várható.